Nagyon néz ki. Szép estét kívánunk mindenkinek, aki bekapcsolódott a Mit ér 6 című beszélgetésbe. Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, Ónodi Molnár Dóra vagyok. A Láthatáron csoport Mit ér 6 című zenés varietéjének a premier előtti nyilvános beszélgetését fogjuk most megrendezni. Meghallgatjátok remélem végig a teljes beszélgetést, úgy tervezzük, hogy hétig mi fogunk beszélgetni, és héttől kinyitjuk a beszélgetést. Azonban, ha esetleg közben kérdésetek lenne, akkor a desktop alján, a Zoom alkalmazás alján fogtok látni egy chat ablakot, oda bármikor tudtok írni, én azt moderátorként látom, és esetleg a beszélgetés közben is fel tudom tenni, de hét után interaktívá válik ez a beszélgetés, és be tudtok kapcsolódni a technikai segítőnk, Kis Rihárd be fog titeket engedni. Ez egy nagyon különleges beszélgetés lesz, nekem személyes élményem is kötődik hozzá, hiszen a tavaszi karantén alatt az ötlet megszületésének pillanatában is ott lehettem, és hallgathattam azt az ötletelést, amiből kibontakozott ez az előadás, aminek majd februárban lesz a bemutatója, de ennyire nem szaladnék előre. Ez az előadás a 45 éves kor körül kezdődő életközepi válságot járja körbe, akikkel pedig ezekről a témákról beszélgetni fogunk. Fajer Ivett, aki a Láthatáron csoport alapítója és művészeti vezetője. Spitzer Györgyi, akit sokan somamamagésaként ismernek, illetve Babarczi Eszter művészetfilozófus író. Először Ivethez fordulok, és arra kérlek Ivett, hogy mesélj arról, hogy ez a Mit ér 6 című előadás, hogy született meg a fejedben, miért pont ez a érett női lét, ami foglalkoztatott, és hogy jutott eszedbe, hogy egyáltalán ilyen kollaboratív munkával épüljön föl ez az előadás, tehát hogy elég sok mindenkit vonz be abba, hogy ez az előadás összeálljon. Általában, vagy nagyon sokszor valahogy abból a pszichés tartalomból, meg élethelyzetből dolgozom, és alkotunk közösen másokkal színházi előadást, ami éppen nagyon foglalkoztat. És most érett női létembe lépvém, már egy jó pár éve, most ez az egész korszak, ez engem nagyon érdekel, és egy pár éve történt, hogy valahogy ráébredtem, hogy életközepi válságom van. És aztán ez egy olyan dolog, hogy jön-megy, tehát hogy ciklikusan visszatér. A tavaszi karanténban is egy elég erőteljes hullámom volt, és azt gondoltam, hogy ezzel valamit kezdenem kell. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezzel mit lehet kezdeni. És például az egyik első feladatunk az volt, amikor a rendezőt megkértem, Romankovics Edát, hogy vállalja ezt el, vele már dolgoztunk régebben, akkor azt mondta, hogy na, akkor írjuk össze, hogy milyen jó dolgok születnek ebben a korszakban, illetve milyen hozadéka van, milyen pozitív hozadéka van ennek a korszaknak, az öregedésnek, mondjuk így. És én 3 napig pislogtam, és kb. Semmi nem jutott eszembe. Aztán valahogy nagyon nehezen azt mondtam, hogy hát talán így könnyebben azt mondom valakinek, aki igazán megbántott, hogy menjél a fenébe. De ezt se tudtam ilyen teljes lendülettel mondani. Tehát, hogy nehéz ennek a korszaknak megtalálni, úgy érzem, a szépségét, az előre vívő energiáját, stb. És hát nem szeretnék ebbe benne ragadni, úgyhogy teljes önös szándékból csinálom ezt az előadást, és úgy gondolom, hogy ez sok embert érint, és hát aztán persze, ahogy elkezdtünk ezzel közösen foglalkozni, azokkal a színészekkel, akiket erre behívtunk közösen Edával, akik szintén nagyjából 45 és 55 között vannak, hogy hát ez nem szól másról, mint valójában annak a felismeréséről, hogy mennyire halandóak vagyunk, és ez most már tényleg be fog egyszer csak következni. És reméljük, hogy minél később, de valahogy amikor fiatalok vagyunk, akkor az élet végtelennek tűnik.
és most meg már nem tűnik olyan végtelennek, és a törékenysége is sokkal tapintható. És az ezzel való szembesülés az valahogy annyira nehéz, vagy fájdalmas sokunknak, hogy részben erről van szó. Tehát, hogy itt van a kutya elásva. Valahogy erre jöttünk rá. És miért a karrieté? Azért, mert azt mondja, hogy lehessen azért ezen is nevetni. Meg sírni is lehessen, de hogy valahogy felemelődjünk ebből. Tehát, hogy legyen egy önfelszabadító jellege, így fogalmaztam meg Edának, és ebben maradtunk, hogy ez az előadás legyen egy önfelszabadító gesztus. És ezért lesz benne zene, meg tánc, és hát gondolom, ilyen sírva nevetős lesz, de hogy ne keseregjünk. Mert bizonyos szempontból megváltoztathatatlanok ezek a dolgok. Hogy lehet akkor olyan attitűdöt kialakítani, amivel ez élhetőbb? Már bocsánat, de azt mondtad, hogy 3 napig magadhoz se tértél, amikor megkaptad a kérdést, hogy milyennek a pozitív hozadéka, igen. De nem mondtál egyet se. Hát azóta se sokat találtam. Jó, egyet, nem az, hogy sokat, egyet sem mondtál. Egyet, ezt mondtam, hogy bátrabban merem vállalni a negatív érzéseimet is, és a kommunikációban is sokszor, vagy hogy időnként talán bátrabb vagyok. Igen. Tehát, hogy igyekszem legyőzni a szorongásomat, jobban igyekszem legyőzni a szorongásomat. És ugyanakkor pedig próbálok egy nagyobb látószöget is venni. Valahogy. Na, hát ez egyből 2 komoly előny. Azt kérdezném, hogy nem javasoljuk azt a jelenlevőknek, akik hallgatnak minket, hogy szabadítsák fel a kamerájukat, mert azért mégiscsak jó érzés lenne látni, hogy kik vannak. Próbálok. Hogyha szeretnétek, nyilván. Én szeretném csak. Hát ilyen alter, na tessék, itt van Pillus Samu, nagyon köszönöm, de jó arcokat látni. Veronika, egy kis technikai segítséget, hogy kell felszabadítani a kamerát. Na, Richard, akkor eljött a te pillanatod. Okay. Akkor kicsit szíves. Változtatunk a műsor tematikán. Ezt mi is így terveztük, de csak 7 óra után, de akkor legyen interaktív most, ha ti is így. Nem is az, hogy interaktív, legalább tekinteteket látni. Tehát, hogy ki jobb ki lenne, a közönség. Hogyha persze egy kávézóban ülnénk egy kerek asztal körül. De így, meg a szemüvegemet is felvesztem, hogy megnézzem, hogy kik vannak itt. Sziasztok! Szóval egy picit visszakanyarodva arra, amit Ivett mondott, Eszter, neked van-e ilyen jellegű érzésed, hogy ebben az életszakaszban nehezen lehet előhívni olyan dolgokat, amik pozitívak, mert annyira sok bennünk a félelem, vagy ezen tudatos munkával lehet dolgozni? Sőt, még azt is kérdezném tőled, ugye jó összetetten forduljak feléd, hogy ez egy speciális, tehát egy speciális léthelyzet, vagy minden női életszakasz egy nagyon speciális helyzet, csak mi most éppen itt tartunk, és ezért ez jobban foglalkoztat minket, hiszen te a Mérgezett Nő című novellás kötetedben nagyon sok állomásáról írtál a női életszakaszoknak, és azért azok se tűnnek nagyon egyszerűnek, hogy a sok bonyolultságból ez az élet közepi történet, ez kiemelkedik, vagy most egy picit a személyes érintettségünk ezt felnagyítja. Nekem személy szerint ez az egyik aranykor, amit most megélek, tehát annak ellenére, hogy elmúltam már 50, és nem fordulnak utánam a férfiak az utcán, amit persze fájlalok, vagy legalábbis nem annyiszor, mint valaha, de ettől a veszteségtől eltekintve én már 16 éves koromban úgy éreztem, hogy lemaradtam. Állandóan ebben a fear of missing out-ban, ebben a FOMO-ban éltem, tehát már Rambóhoz képest már lemaradtam a költészetemmel, és így tovább. Tehát az ember mindig szorongathatja magát az idő múlásával, és nekem az a tapasztalatom, hogy így 50 fölött sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. Tehát ugye mindenféle pszichés
egyensúlytalanságokat fel tudtam számolni magamban, tehát sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal, és ebből fakadóan szerintem sokkal normálisabb is vagyok, viszont sokkal kevesebbet beszélek, ezt vettem észre. Tehát igyekszem csak akkor megszólalni, hogyha kifejezetten valami konstruktív mondani valóm van, vagy hozzátenni valóm van a témához, és egy ilyen hallgatag 50-es lettem, aki tulajdonképpen meg van elégedve saját magával. Még a 10 perces plenket is tudok tartani, ez kiderült, most nyáron kezdtem el. Úgyhogy nekem kifejezetten egy felszabadulás ez az 50 plusz időszak. Miközben azt gondolom, hogy mikor 40 lettem, akkor egész nap sírtam, erre emlékszem. Amikor 50 lettem, akkor már nem sírtam egész nap, de amikor 40 lettem, akkor egész nap zokogtam, hogy vége van a fiatalságnak, és már nem vagyok nő, és már nem leszek nő, és ez teljesen elmúlt nekem. Soma, mondtad, hogy neked nagyon sok van. Sok pozitív. Igen, sok pozitívum van, és csatlakoznék az Eszterhez, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. 40 éves szülinapomra a férjemtől kaptam egy ajándék mellé egy dalt, aminek az volt a címe, ő komponálta, hogy Ciklon. Ezt szerintem nem nagyon kell magyarázni, sejthetitek, hogy mivel érdemeltem ki Lőrinc Gyuritól a Ciklon című számot. Tehát ahhoz képest mondjuk most már egy ilyen gyerekhullámvasút. Tehát nem mondom, hogy nincsenek hullámok, de az elmebeteg, krézi, tudjuk milyen a ciklon, hogy fölmegy magasra, és hirtelen váltással zuhansz a mélybe. Tehát ezek, hál' Istennek, köszönöm szépen, szó szerint kiégtek belőlem, mert én 6 év olyan hőhullám van a hátam mögött, hogy arra nem tudok más mondani, a pokol, a földi pokoljárás. És emlékszem, amikor a barátnőim, a nálam idősebb barátnők, láttam, hogy leizzadnak, és vatakokban folyik a víz a hajukból, és legyezgetik magukat bármivel, ami a közelükben erre a célra használható, akkor én ilyen nagyképűen álltam hozzá, hogy én majd biztos megtalálom azt a szert, módszert, gyógyszert, ellenszert, krémet, homeopátiás, ezt, azt, amaszt, én biztos megtaláltam. Hát nem találtam meg, hanem szépen magától lecsengett, most is szedek még ilyen gyógynövény alapú hormonkészítményeket, amivel 7 év után ezt az elképesztő pokoljárást, amikor volt olyan, hogy reggel ilyen rekett hangon üvöltve vertem a padlót, hogy nem leszek többet nő, az utolsó kibaszott inkarnációm, hogy nőnek születtem, szóval. Tehát ez, hál' Istennek, ez megszűnt, és ez kiégetett egy csomó illúziót is. Tehát, hogy én 54 múltam, ebben az élet középi állapotban van egyfajta múltba tekintés is, hogy mekkora nagy moziképész voltam, mekkora vetítő, milyen illúziókat támasztottam az élettel szemben, és mivel én folyamatosan nőket hallgatok, tehát úgy az egyéni konzultációimban, amik most is folynak, illetve online kurzusaimon, most hétvégén is lesz online kurzusom, tehát állandóan a karantén alatt is kapcsolatban vagyok nőtársaimmal, sőt most indul majd egy 9 hónapos női csoportom a Többedik, tehát nagyon sok, több ezer női történetben vagyok benne, ezért azt látom, hogy alapvetően nagyon hajlamosak vagyunk az illúziógyártásra. A férfiakkal, a munkával, az élettel, az embertársainkkal kapcsolatban. Tehát, hogy én mennyivel tisztábban, letisztultabban látok 50 fölött, hogy mennyivel könnyebben tudok nemet mondani. Én mondjuk eléggé hamar bevettem a leszarom tablettát, tehát, hogy ki mit mond vagy gondol rólam. Már olyan 31 néhány évesen volt egy ilyen mondásom, hogy Jézus se jött be mindenkinek, hát akkor én mit akarjak, így szerényen. No, hát ez 50 fölött olyan szintre fokozódott, így BBS. Hát ez olyan szintre fokozódott, hogy tehát ezen már gondolkodni sem kell, tehát zsigeri szinten egyrészt nem érdekel, hogy ki mit mond és gondol rólam, másrészt meg nyilván én is eljutottam a nem ártás magamévá tételében, azt gondolom, egy olyan szintre, hogy nem azért nem teszek bizonyos dolgokat, mert félek bármilyen büntetéstől, akár az univerzumétól, vagy a Istenétől, vagy az emberi törvényekétől, hanem mert már ott tartok, hogy bízom annyira magamban,
hogy a döntéseim helytállóak. Tehát összefoglalva, ahogy az Ivett mondta, sokkal bátrabb lettem, ahogy az Eszter mondta, sokkal nyugodtabb lettem, sokkal jobban tudok disztingválni, hogy mi az illúzió, és mi az, amit én tényleg szeretnék, sokkal intenzívebb a saját magammal való lélek kapcsolódásom, tehát megtalálni azt, hogy mi az én dolgom, mi a feladatom, nagyon-nagyon erősen tudok szelektálni, nagyon sok kérés jön még most is hozzám, ezt nézzem meg, azt csináljam, ezt, ennek azt tekerítoljam. Tehát, hogy sokkal több, jobban ki tudom szakítani az időt magamra, jobban tudok fókuszálni, és valahogy megnőtt a saját magamra rálátásnak a teressége. Tehát korábban csak azt néztem, ahogyan cselekszem. Tehát én voltam a szemlélő, aki időnként meditációkban kívülhelyezkedve néztem azt, hogy hogy élek, milyen az életem, hogy kommunikálok az embertársaimmal, stb. De most már azt is látom, aki nézi magát. És azzal, hogy így nőtt a saját magamra rálátás teressége, egy akkora súly ment le az egómra való, óriási egóm volt. És azt gondolom, hogy ez annyira, annyira szépen a helyére került, tehát most már nem az egóm vezet, mint fiatalon egy csomó helyzetben, tehát nagyon nehéz engem megsérteni. Vagy a hiúságra is szarok őszintén, tehát hogy olyan sokat nem változtam. Ha meg fogok változni, hát fogok. Az is rendjén való, tehát valahogy ez is adott egy ilyen könnyebbséget, hogy látni azt, hogy mennyire picik vagyunk, mennyire porszemek vagyunk, mennyire senkik vagyunk, miközben persze mindenki valaki, mert valaki, meg senki, meg bárki, az mind ugyanaz, de hogy nem én szartam a spanyol viaszt, és ugyan már gyöngyike, hát mindjárt meghalsz, túl vagy a felén feltehetően. És akkor mi van? Jövök újra. És jövök újra. Ha jövök, még újra, mert a sorslevelem szerint már nem jövök többet, de hát ez is vagy igaz, vagy nem. Nincsenek ezzel kapcsolatban sem illúzióim, azt érzem. Említetted ezeket a változásokat. Ti hogy érzékelitek, hogy a világ hogy néz ránk, akik elkezdünk ebbe a midlife crisisba belekerülni, 40-50-es nőkre, hogy milyen a külvilágnak a visszacsatolása, nem okoz-e ez egy nehézséget abban, hogy könnyebben reflektáljunk a korunkra, és hogy bölcsebben tudjunk esetleg előre tekinteni. Nagyon a külvilághoz próbálunk alkalmazkodni. Én nekem nagyon, ugye én tanítok, és állandóan 20 éves gyerekekkel találkozom, és akkor is 20 éves gyerekekkel találkoztam, amikor 40 voltam, és most is. És ami a kettő között változott, hogy a 20 éves gyerekek már nem mind szeretnek visszategezni. Na, ezt lenyelni, ez egy nagyon komoly dolog. Amikor először azt mondják rád, hogy néni, azért az egy nagyon komoly dolog, de azt gondolom, hogy ez egy olyan visszajelzés a világtól, amit nekem fel kell dolgoznom. Tehát például szoktam azon gondolkozni, hogy egy néni az meg járhat-e miniszoknyában. Esküszöm, rákerestem a Quorán erre a kérdésre. Van a Quorán kifejezetten a bőr, miniszoknya és a 60-as nők kapcsolatáról több kérdésfelelet is található, és megkérdeztem az ismerőseimet is, akik közül a jó fejek azt mondták, hogy figyelj, ha még jó a lábad, és te jól érzed magad abban, akkor hordjál miniszoknyát. Nyilván a kevésbé jó fejek meg azt gondolják, hogy most már azért viselkedjen a korra szerint a kedves tanárnő, és ezt a visszajelzést, ezt viszonylag nehéz, amikor az ember így ellenáll, és nem akar még megörekedni, és nem akarja azt mondani, hogy hát én most már öreg asszony vagyok, na jó, lecsorog az arcom, nem olyan a mellem, nem olyan a lábam, semmi nem olyan, mint volt, na jó, feladom az egészet. Tehát amikor ebben a hangulatban vagyunk, akkor az a visszajelzés, hogy te legyél csak egy néni, az biztos, hogy egy ilyen negatív spirálba visz bele, ami nagyon kellemetlen. De azért van egy ilyen valóság kontroll jellege is, tehát annak, hogy a gyerekek
visszategeznek, de azért elsőre így azt mondják, hogy hát tanárnő. Mondom, de én egy véhippi vagyok, gyerekek, ez van. Én így maradtam, ne arra gudjatok, én tegeződöm. És ugye, ha én tegezem őket, akkor mivel egyenlőség van, ezért nekik is tegezniük kell engem. Tehát innen jön a tegeződés. Tehát én azt gondolom, hogy mind a két... Tehát abban, hogy az önképedet hogy alakítod, abban elég nagy szerepe van annak, hogy hogyan rezonál rád a társadalmi tér, vagy a környezet, de meg is keresheted magadnak azokat a visszajelzéseket, amik azt építik fel, amit te egyébként szeretnél erősíteni magadban. Ivett, nálad hogy van ez? Keresem. Keresem ezeket a visszajelzéseket. Keresem. Hát ugye, nekem minden sokkal küzdelmesebb, tehát csodálattal adózom nektek, Gyöngyi, meg Eszter is, én ennél sokkal jobban küzdök ezzel az egésszel, és visongva próbálom magamtól mindezt távol tartani, és egyáltalán nem tudok békét. Bomba jó lábad van, figyeltem a múltkor, amikor a darabon ott voltam, elég képesztő csini vagy. Köszi, a lábam az szerencsére nem változik egyelőre, de hogy na, szóval ez nekem kemény, vagy keményebb ennél, és tényleg próbálom, tehát ezt a felszabadulást, amiről te beszéltél, Eszter, vagy ezt a megnyugvást, hát nem tudom, hogy ez nálam mi hozhatnál őszintén. Igen, tehát hogy valahogy ez az egész fogadás témakörét iszonyatosan behozta, ami eddig is egy fogas kérdés volt az én életemben, és ez most megerősödött. Meg azt érzem, hogy egy csomó olyan dolog erősödik föl, ami talán a kamaszkorunkban volt utoljára kérdés, vagy ilyen erővel, ez a ki vagyok én, hát ez egy mit érek én, mit érem azt, amit érek, és sokat beszélgettünk Tisza Katával, aki író, közíró, meg öregedéskutató, amellett, hogy coach, meg pszichológus, és ő sokat mesélt erről, meg van a YouTube-on is egy nagyon fontos interjú vele, egy órás, amiben elmondja, beszél az ageizmusról, meg beszél arról, hogyha eddig azonosítottuk magunkat, hogy mi egy vonzók vagyunk, akkor és semmi más nincs a tartsolyban, akkor bizony az elég keserves lesz így 50 után. És azért azt gondolom, hogy nem csak ezzel azonosítottam magam, de akárhogy is van, nagyon keserves. Na mindegy. De ezért is örülök ennek a beszélgetésnek, hogy ennyien itt vagytok meg, hogy beszélgetünk, mert engem nagyon érdekel, hogy ezzel ki hogy küzd meg, kinek mi a tapasztalata, mi a véleménye, milyen történetei vannak. Nekem egy nagyon érdekes ez a külsőségekről, hogy dolgozom mindenféle korú színészekkel, és van egy helyes, fiatalabb férfi az egyik darabunkban, és egyszer egy beszélgetésben kiderült, hogy azt mondta, hogy mutatott rólad XY fiatalkori fotókat, és éreztem, hogy most szemébe. Tehát most hirtelen meglett, hogy ez a néni, ez így egy nő volt valamikor, én így éreztem magam. És egyszerűen, mint hogy egy másik lapra kerültem volna. Tehát igaz, én nem vagyok 50 évvel idősebb, mint ő, csak mondjuk 20-szal. Tehát ez egy nagyon fura érzés volt. Na mindegy, csak ez jutott eszembe. Soma, nagyon bólogattál, amikor arról beszélt Ivett, hogy olyan a kamaszkorral jönnek, igen elő, mint a kamaszkorral. Hiszen ez is egy újraidentifikációs folyamat, és ettől ilyen nehéz, és én nem azt mondom, hogy nekem nem voltak nehéz hullámok ebben, hogy az ember tényleg újraidentifikálja magát, ki vagyok, akkor tényleg jól áll még a mini, mi áll jól még neked, mi nem áll jól. Valamiféle jövőképet az ember így néz maga elé, nézegetett, hogy ki hogy csinálja, aki idős. Például ott a Byron Katie, aki egy nagyon nagy nevű tanító, aki hihetetlen ügyesen találta el az arányokat, mert hogy szemmel látható, de tényleg a vak nem látja, hogy faceliftingeltet. De nem csinált magából riadt macskát,
mint a nagy többség. Amerikában él egy barátnőm, ráadásul Sarasotában, ahol a nyugdíjas paradicsom van, és ilyen hangon beszél, és mondja nekem, hogy hát ez borzasztó, Soma, ez a riadt macskák országa, akármerre megyek, riadt macskákat látok. Tényleg ilyen macska feje lesz, és ilyen riadt macska feje ezeknek a faceliftingeseknek, szánalmas, tehát... bizonyos szempontból, bocsánat, hogy ilyet mondok, Amerika egy ilyen infantilis nemzet, mert ehhez kell egy infantilizmus, amikor a identitás vesztetté válsz, mert ez egy identitásvesztés, tehát szánalmasan futni a fiatalodás után, amikor mindig is voltak gerontofilok. Na jó, ez most egy poén volt, bocs, néha egy poénért eladom a lelkem. Tehát igen, van egy ilyen újraidentifikálódás, hogy ki vagyok, mi a helyem, mi áll még jól nekem. És ez a midlife-ban nagyon sok introverziós, magadba fordulós, a kifeléből a befele, ezt magam tudom eldönteni. Eljön az a pont, hogy már annyira sok az információ, ki így csinálja, ki úgy csinálja. Oké, lélek kapcsolódom, tengelybe kerülök a saját forrásommal, az anyafölddel, én ki vagyok, nekem mi áll jól, én miben fogom jól érezni magam. És nyilván ma már a kvantumfizika is bizonyítja, ott van a híres kettős rés kísérlet, csak be kell ütni a YouTube-on, hogy ahogy figyelek valamit, és amivé válik, az párhuzamosan történik. Tehát a figyelem és a teremtés egymástól elválaszthatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy én tudatos emberként hova terelem a gondolataimat. És ha azt mondom, hogy nézd, Somita, nem menő a világban dagadt idős nőnek lenni, mert tényleg nem menő, tehát lehet látni, hogy hol van a több like. De hogyha te még mindig ezen a szinten akarsz létezni, hogy a lájkokat és a visszajelzéseket figyeled, akkor ez nagyon kemény út lesz. Viszont itt van egy csodálatos lehetőség a szellemihez való kapcsolódásban egy olyan szintet lépni, amíg még a tüzes zapszem a valagamban volt, nem volt lehetőségem. Tehát nekem soha ilyen mély meditációim, ennyi olvasás élményem, az életem dolgaira való rálátás, strukturálás. Nagyon elkezdtek izgatni, soha életemben nem érdekel strukturálni dolgokat. Amikor létrehoztam most tavasszal egy fantasztikus csapattal a Segítek egy családot.hu oldalt, lenyűgözött, hogy lehet rendszerezni dolgokat, és tudom, hogy ez mindennek az ajándéka. És hát ilyenkor meg, mivel tudatosan irányítom a figyelmemet, amikor jönnek ilyen hullámok, hogy... Hogy mondjuk, hát ez nem volt itt azért eddig. Stb. Akkor arra gondolok, igen, de az ősi sámáni kultúrákban a midlife után választották be csak a nőket a vének tanácsába. Csak akkor jutottál el arra a pontra, ahol te döntéseket hozhattál, ahol megkaptad a létezés egyik komoly ajándékát, a bölcsességet. Na most, ha csak öregszik az ember, és nem jön a bölcsülés, és marad a botox és a facelifting, és a szánalmas futás a fiatalodásért, az nagyon-nagyon vérciki, úgyhogy ilyenkor olyan csodálatos asszonyokra gondolok, mint például Szabó Magda, Polcelen. Kinek jutott volna eszébe Polcelent faceliftinggel, meg nem tudom, botoxsal látni, vagy Szepes Mária néni, aki micsoda átlényegült, és méltóság. Szóval, hogy most jön be az, hogy soha még ennyire méltóságnak talán nem volt helye az életemben, mint most, amikor már tisztán tudok igent és nemet mondani, vagy legalábbis sokkal tisztábban, mint eddig. Nem lehet, hogy azért van ez a botox liftinges kényszer, mert egy olyan kultúrában élünk, ahol az ageizmus miatt folyamatosan küzdenünk kell azzal, hogy a kinézetünkkel kompenzáljunk, és a korunkat lejjebb nyomjuk, mert különben nem érvényesülünk. Erről egy személyes élményt hadd osszak meg veletek. Nagyon föltöltöttem az egyik ilyen láthatáron csoportos ötletelésen a kis bubánataimat, elfeledtem a
midlife crisisommal kapcsolatban, és tényleg azt gondoltam, hogy ez most egy új építkező korszak, majd amikor elkezdett jönni most egy téma eléggé gyakran szembe velem, hogy 50-es nők egyáltalán nem tudják a tapasztalataikat érvényesíteni a munkaerőpiacon, rögtön azt nézik, hogy hány év szerepel a személyi igazolványában, hogy egyszerűen el vannak akadva az életükben, dőlnek rám ezek a történetek most, és hát ez újra előhozta bennem a bubánatos énemet, hogy azért ez mégiscsak egy forduló pillanat az életben, és amikor a botoxhoz nyúlnak nők, akkor nyilván az van mögötte, hogy valamiféleképpen igazodni ehhez az elváráshoz. Ti ezt tapasztaljátok-e? Mit lehet ez ellen tenni? Ez része egyébként a darabnak, ha jól tudom, ez fel lesz dolgozva benne ez a... Hát van, én még nem tudom, hogy mi lesz, de igen, valamennyire nyilván ez is van, meg hát a darabban van egy színésznő, most itt van Tünde, ő fogja játszani, Csilla, és hát ott előkerül abban az ő sztoriában. Abban az ő sztoriában, hogy hát nehéz színésznőként is korosodni, mert egyre kevesebb a szerep, egyre izgalmasabb, vagy egyre inkább az a tendencia, hogy a 50 éves a férjed, akkor 35 évesen kell a feleségének lenni, és véletlenül se 50 éves a felesége. Tehát, hogy biztos, hogy ez sok téren előfordul, de egy ponton túl, mert azt érzem, hogy annyira interiorizáljuk ezt az egészet, tehát hogy annyira magunkévá tesszük azt, hogy ez a mi problémánk is. Tehát, hogy ezzel, amíg belül nem érzem azt, hogy igen, így nézek ki, igen, ezt tudom, és igenis érvényesíteni tudom, addig nyilván könnyebben bedarál a külvilágból érkező elutasítás is, vagy negatív bekülönböztetés. Esztinek ez mi a? Én nem tudom, ellentétben a Somával, én nem tudom elítélni azokat a nőket, akik mindenféle... Nem azt mondtam, hogy elítélem. Jó. De hogy hát én igazából éreztem azt, mindenki jól magát, se ezzel nem ártanak az embereknek. Tehát lehet látni, hogy van egy ilyen ifjúságkultusz, különösen a nyugati társadalmakban, ami teljesen elönti a reklámokon keresztül a médiateret, de hát, és ebből adódik az is természetesen, hogy a színésznőknek nincsen szerepük, mert hogyha a médiában kizárólag fiatal lányokat mutogatnak, akkor az azt jelenti, hogy a színésznőknek nem lesz jó szerepe, még egy nyavajás reklámfilm se, nemhogy egy rendes nagy szerep, vagy pláne főszerep. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen idiotisztikus megszállottság a fiatalsággal, ami azt gondolom, hogy a halálfélelemhez köthető valamiképpen, de szerintem azok a nők, akik így beleállnak ebbe, és azt mondják, hogy hát én megcsináltatom az arcomat, valamilyen értelemben tiszteletre méltóak. Tehát én azt gondolom, hogy ő azt mondja, hogy ilyen a világ, ebben a világban ki kell taposnom a saját helyemet, akkor én taposni fogok, akkor én megyek arra, amerre a világ kényszerít. És persze nagyobb hős az, aki szemben áll a világ sodrával, és azt mondja, hogy na állj, én rám nem vonatkoznak a ti szabályaitok, de én abban is látok hősiességet, aki meg elkezd küzdeni. És őszintén szólva én magamon is tapasztaltam, hogy amikor elkezdtem küzdeni, mit tudom én semmilyen bőrgyógyászati izét nem vettem igénybe, még kozmetikushoz se jártam, semmit nem csináltam. És amikor elkezdtem erre a kicsit jobban odafigyelni, csak egy kicsit tényleg, akkor egy csomó probléma eltűnt. Tehát, hogy odafigyelsz magadra, ennek szerintem vannak pozitív hozadékai, és én azt gondolom, hogy inkább elérhetőbbé kellene tenni ezeket a technikákat, amivel oda tudsz figyelni magadra, tehát megtanítani. Ebben valamennyire a női lapok szerintem a sok hülyeség mellett, amit terjesztenek, azért szerintem elég pozitív szerepet töltenek be. Bocsánat, hogyha félreérthető voltam, én pont azért említettem a Byron Katie-t, aki szemmel láthatóan nagyon-nagyon szép faceliftinget csináltak neki, tehát
gyönyörű méltóság teljes, azzal az ezüstös hajával, tehát hagyta ugye megőszülni, de arra egy ezüstöt rátolt, pont annyira húzatta magát, hogy nem lett riadt macska, hanem egy gyönyörű méltóság teljes asszony. És igen, Amerika, ami meg pláne egy ilyen fiatalodó kultuszú, már-már infantilis szinten fiatalodó kultuszú ország, valóban feltetően jobban tudja érvényesíteni magát, és a fantasztikus tanait is jobban el tudja juttatni emberekhez azáltal, hogy jó ránézni. És fontos dolog, hogy jó valakire ránézni. Én azt a végletet mondom, amikor tényleg riadt macskává torzul valaki, amikor már kifordul önmagából. Tehát itt meg lehet találni azokat a határokat egy jó kozmetikussal, vagy jó orvossal, aki nem torzít el, nem tesz tönkre téged azzal, hogy szánalmassá válsz azáltal, hogy kifordulsz magadból. De valahol meg azt gondolom, hogy az, aki szellemi ember és spirituális ember, annak mindig sokkal könnyebb dolga lesz, mint az, aki a kirakatban élő ember. De szerintem ez nem így van, hogy vannak, tehát hogy én azt gondolom, hogy én például mind a kettő vagyok, vagy nem tudom, tehát hogy ez nem ennyire könnyen elválasztható, de lehet, hogy egy picsa vagyok, tehát nem tudom. Dehogy vagy te picsa, hát egy abszolút fantasztikus szellemi nő vagy. De hogy ez nem, tehát hogy... Nyilván, hogy nem fekete-fehér, meg igen. Vannak uniós metszetek is. De azért a szellemiség egy 50 után nem tudom, tehát az valahogy olyan húzóerő, vagy ti nem érzitek, hogy az egy olyan léptékben nyílik meg a világra való rálátás, vagy a felfele kapcsolódni tudás, amihez a fiatalon nem volt, nem tudom, kulcsunk. Vagy ti ezt nem érzitek? Én érzem, én abszolút. Mondjuk én filozófusnak tanultam, úgyhogy nálam mindig előtérben volt, de abszolút érzem, hogy 50 fölött mennyire örülök annak, hogy filozófiát tanultam, pedig egyébként nem volt nagyon praktikus választás az életben, azt kell mondjam. De most beérett ezt. De most beérett a választásom, így van. És nektek az elfogadást, vagy az önelfogadást mi segíti? Én hadd mondjak egy konkrét gyakorlatot. Én 17 éven át minden hónapban oldattam magam kineziológussal. Egészen 20 fiatalon, 29 éves koromban kezdődött, és az egyik legtöbbet feladott házi feladatom az volt, hogy a csecsemő mirigyet kellett kopogtatni, amit ezúton ajánlok mindenkinek, mert a kínai medicina szerint az immunrendszert erősíti. És miközben kopogtattam a csecsemő mirigyemet, egy mantrát kellett mondani, amit én több mint ezerszer elmondtam, minden külső visszajelzéstől függetlenül tisztában vagyok az értékeimmel. Minden külső visszajelzéstől függetlenül tisztában vagyok az értékeimmel. Tehát ha állandóan még mindig 54 évesen is, mint egy kamasz vagy 20 éves kislánynak, nekem állandó visszajelzés kell arról, hogy én nem tudom, jó vagyok, értékes vagyok, szerethető vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, nekem még mindig like kell, meg visszajelzés, hogy én tisztában legyek azzal, hogy ki vagyok, akkor az azt jelenti, hogy én nem nőttem föl. Tehát én ezt a mantrát ajánlom mindenkinek. Illetve, hogy ennek van egy másik oldala, hogy fiatalon sokszor azzal küzdünk, hogy bizonyítsuk, hogy tök jók vagyunk, és érünk valamit, de amikor befordulunk ebbe a középidőbe, akkor meg azért küzdünk, hogy bebizonyítsuk, hogy vagyunk annyira jók, mint a fiatalok, hogy ez egy ilyen, valahogy soha nem tudunk jók lenni. Én nem akarok már se bizonygatni, és én annyi belső munkát végeztem, erről szól az öngyógyító könyvem, folyamatosan terápiák, módszerek, mind a mai napig, minden nap meditáció, gyakorlatok, ütögetések, szimbólumok, hogy én most már elhittem, hogy elég jó vagyok. Tehát a sok önmagadon végzett munka, ezt mondod, igen, hogy dolgoznunk kell magunkkal. Igen, igen, igen. Hogy nem csak bicepszre lehet gyúrni. Aha. Érzitek-e úgy, hogy ez főleg a nőket nyomja ez az életközepi válság, vagy látjátok ezt a férfiakon is, vagy ők nagyon másként élik meg? Szerintem ez mindenkire jellemző. Tehát a férfinak is másképpen jelentkezhet, de azért szerintem mindannyiunknak az első
nagy sok az az, hogy már nem lehet belőlem akármi, hogy véget ér az ígéret korszaka. Tehát amikor az ember 10 éves, meg 20 éves, akkor azt gondolja, hogy én most még csak egy ígéret vagyok, én még bármi lehetek. És amikor 45 leszel, akkor azt mondod, hogy hát én ez vagyok, már nem lehetek bármi, még mindig sok mindent kipróbálhatok, és helyes, hogyha ezt így nyitva tartod magadnak, de már nem lehetek bármi, már leértem az életem egy jelentős részét. És ez a fajta szembenézés szerintem ez a férfiaknak ugyanúgy fájdalmas. Tehát ugyanúgy más kérdés, hogy a férfiak a szexuális vonzerejüket kevésbé veszítik el. Tehát ugye a női test az nagyon szexualizált, és nagyon fiatalosnak van szexualizálva. Tehát azt az alapvető táncot, amit a nemek játszanak a társadalomban, azt a nők elveszítik, a férfiak meg nem veszítik el, és ez egy elég nagy különbség szerintem a kettő között. De azért a szembenézés és az a fajta nagyon nehéz feladat, hogy elfogad, hogy ez vagyok én, ez volt az életem, eddig ez volt az életem, de hát feltehetőleg már nem fog nagyon megváltozni. És ez szerintem mindkét nemre jellemző. Hát bárcsak jellemző lenne. Bárcsak jellemző lenne. Egy zárójelben, ez nem közvetlenül a kérdésedre válaszolok, Dóra, de hogy innen jut eszembe, hogy de pont ezért nagyon nehéz szerintem nőként ez, és nyilván férfiként is megvannak ennek a nehézségei, hogy ez a tánc, ahogy te ilyen szépen mondtad, Eszter, mert ebből a táncba, hogyha a nők fiatalon, vagy a fiatalos női test van szexualizálva, akkor nagyon nehéz másképp identifikálni magadat, és nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor én most már nem így vagyok nő. Vagy például, hogy a termékeny korszak majd véget ér, vagy véget ért, kinek mikor jön el, és azzal is nagyon erősen van társítva az, hogy ez a te funkciód, ez a te lényeged, akkor is, ha van gyereked valahol, és akkor is a potenciál benned van, ha nincs. És akkor is, ha annyi gyereked lett, amennyit szerettél volna, vagy ha nem lett annyi, vagy nem lett gyereked. És nagyon nehéz ezekről a dolgokról lemondani. Tehát olyan, mintha alapjaiban kellene, én így érzem magamat, újra definiálnom. Tehát nem az, hogy egy kicsit, mert nagyon sokszor ennek a tükrébe definiáltam magam, hogy ott van a másik, a férfi. A másik oldal, a tükör, hogy azzal hogy vagyok. Tehát, hogy erről leválasztani, és most kvázi önmagamban nézni önmagamat, ez egy teljesen más paradigma. De most nem akarom, mert ez egy tök jó kérdés, hogy a férfiak hogy élik meg, én nem tudom. Tényleg nem tudom. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert azt számtalanszor látjuk magunk körül, hogy 50 évesen a férfiak sokkal könnyebben kezdenek még új életet, nekik még több ígéret van, hogy az Eszter szavait használjam, hiszen alapítanak családot, ott van az újabb kisgyerek, kis fészek, miközben 50 évesen nőként nem tudod ugyanúgy ezt folytatni, ha ez egy válaszút, például, hogy vállalsz-e új családot. Hát szerintem nagyon sok nő, mert csináltunk egy zárt Facebook csoportot, oda titeket is hívlak, ez a Mit ér ha, és ott mit tudom én, már van 170-en nagy részük nő, és több történetet megosztottak, ami az újrakezdésről szól. Tehát, hogy váltott teljesen egy karriert, egy másik életet, másik országot, stb. Többen eljött abuzív kapcsolatból. Tehát, hogy az újrakezdés képessége, az nagyon meghatározza azt, hogy az elkövetkezendő időszak az mennyire lesz számodra örömöt hozó, vagy mennyire keseredsz bele abba, hogy nem bírod elfogadni, mint én az öregedést. Tehát, hogy ez nagyon döntő. De ez például, igen, amit te mondtál, hogy egy férfi 60 évesen is lehet gyereke, ez egy iszonyú nagy különbség. Tehát neki nem kell ilyen szempontból újra definiálni magát. Az már egy másik dolog, hogy való-e 60 éves gyereknek, vagy bocsánat, embernek gyermeket nem zeni még. Igen. Csak annyit akartam az előbb mondani, hogy a jelenlegi szociológiai felmérések után utána lehet nézni. Én évekig kutattam, mert írtam egy könyvet ebben a témában, vagyis hát többet is, de egyet kifejezettem ebben, hogy az úgynevezett midlife krízis a szociológiai tapasztalatok, felmérések alapján elsősorban nem a nőket sújtja Magyarországon, hanem a férfiakat, ugyanis a férfiak sokkal nehezebben hajlandóak az érzelmeikkel szembesülni, egyáltalán foglalkozni,
aminek a következtében Magyarország az első a férfiak korai halálozásában Európában, vagyis hát ez is közrejátszik, tehát a férfiak midlife-jában is nagyon az élen vagyunk, és a férfi korai halálozásban is, ugye ezt tudjátok, hogy 5 férfiből 3 lesz 65 éves, tehát 500 ezerből csak 300 ezer, és 49 és 62 között két fő megbetegedésben haláloznak a szívinfarktus, ami egy szeretett deficit, mert igen, minden betegség lelkieredetű, tehát mennyire szeretem magam, mennyire szeretnek engem, én mennyire tudok szeretni, mennyire tudom a szeretetet áramoltatni, illetve a második helyen a prostatarák, ami mögött összetett problémakör, de ott van dominánsan az elég jó pasi vagyok-e, elég vagyok-e a nőmnek problematikája. Tehát a férfiaknak most statisztikailag, meg életben maradásban, meg minden azt mutatja, hogy nehezebb, mert kevésbé tanította meg ez a kultúra nekik azt, hogy szabad, sőt, menő, sőt, szükséges az érzelmekkel foglalkozni. Visszatérve arra a gyászmunkára, hogy valóban itt el kell engedni dolgokat, nem vagyok már nemzőképes, tehát én már 50 éves korom óta nem tudnék megfogadni, és amikor már megtapasztaltam, hogy már nem jött meg többet a menstruációm, én kitűztem egy napot, és csináltam egy gyönyörű szertartást magamnak, és voltam annyira éber, hogy az utolsó igazi vérbő menstruációimból még csináltam magamnak ilyen papírlapokat, amikre nyolcasokat, végtelen nyolcasokat rajzoltam a saját holdvéremmel, amit egyébként mind a mai napig őrzök nylonfóliák alatt, mert ez már nem lesz többet, és használom a méhtisztító szertartásaimhoz, meg különféle rituálékhoz a saját holdvéremet, és szépen megcsináltam a saját oltáromat, és egy fél napot arra szántam, hogy én elpityeregtem. Itt vége, mint egy gyász. És borzasztóan fontos a szertartás, mert a szertartások abban segítenek, hogy valamit véget ért, és tudomásul vegyük, vagy elkezdődött, mert a kettő ugyanaz. Valami véget ért, valami elkezdődött. És a mi kultúránkból kiveszett az, ami mindenkor, minden kultúrájának a szerves része volt, a szertartások, a beavatások, a rituálék. És én csinálok ilyen szertartásokat is, és fogok csinálni ilyeneket is, sőt, tudom, hogy egy csodálatos kaland vár rám, majd amikor a halálra felkészítő tanfolyamat tartom, mert magamat is a halálra felkészítem, mert én is szeretnék tudatosan elmenni, sőt, életem egyik fő célja a tudatos meghalás, tehát meditációval kilépni erről a síkról. Tehát, és van is olyan barátnőm, képzeljétek el, 90 éves múlt, most már leköltözött vidékre egy tanyára, mert ő neki azt is megsúgták, hogy jövő év november 20-án kell visszaköltöznie, és ő vonja vissza. És azt mondta, elfáradtam, és én akarok kilépni. És azt mondom, hogy wow, ez igen, ez valami, ezt ebben szeretnék gyarapodni, és ezt átadni. Az emberek ősfélelme a haláltól, hogy tanulni, hát az legalább van annyira értékes, mint hogy nem tudom, hányan forognak még utánam az utcán, annyian forogtak. Én szoktam mondani barátoknak elnézést, a kifejezést, én lekúrtam a kenyerem javát, tehát, hogy én aztán beleadtam apait, anyait, tehát embertelen mennyiségű szeretőm volt, és szexuális kalandom, és kettesével három. Na, de ha nem lett volna, lányom, most mennyire bánnál? Azt bánnám, de még nehezebb lenne. Erre szoktam mondani viccesen, hogy addig tosztam, míg megváltoztam. Igen, azoknak fájdalmas ez a búcsú, akik nem mertek élni, és nem mertek... Vagy bármi, amit nem hoztál létre, és szerettél volna. Tehát ezért is hát nagyon nehéz. Bármi, ami az... megint gyászmunka. Az illúziónak, igen. Tehát ami nem sikerült, ami már valószínűleg nem leszek. Ami nem jött össze, amit nagyon szerettem volna, de attól, hogy nagyon szerettem volna, az bennem nem szűnik meg. Tehát nem lehet meggyászolni, amit még akarsz. És ez okozza ennek a kornak szerintem a dilemmáját. És most akkor le kell mondanod a vágyaidról, és kezdjek el gyászolni, mikor nem érzem ezt, vagy pedig körömszakadtáig ragaszkodsz, ami nevetségessé és egyre szörnyűbbé válik. Tehát, hogy ez egy nagyon, nekem ez a dilemmának a lényege.
Ez igaz, és olyannyira, hogy eszembe jutott a Polc Ellennel, nem tudom, emlékeztek-e, a Nőklapjában volt a halála előtt egy utolsó hosszú interjú, ahol Polc Ellen, aki annyi mindent teremtette és csinált, hihetetlen munkaalkoholista, csodálatos életút, elképesztő mennyiségű ajándékot hagyott maga után, azt írta, hogy igen, ez az utolsó őszöm, sajnálom, hogy már nem láthatom többet a tavaszt, az egyik kedvenc évszakom, és még meg akartam volna tanulni franciául, de ez már nem fog beleférni. És igen, valóban ott van ez is, hogy van, amit meg kell, hogy gyászoljak, azt, hogy már nem lehetek többet anya, nyilván, hogy azt meg kellett gyászolnom, tehát 50 évesen nézek már szembe azzal, hogy nem lesz harmadik gyermekem. Álmaink, terveink, vágyaink meg még nagyszerű, ha vannak, mert akkor van, ami lélekesít, lelkesít. És nem illúzió az, hogy az ember még vágyjon megtanulni franciául. Na, azt talán nem. Vagy bármilyen nyelven. Szerintem sok minden kiegészítő, helyettesítő projektet találhat ki magának az ember. Tehát lehet, hogy nem lehet már nekem biológiailag saját gyerekem, de befogadhatok egy gyereket, vagy elkezdhetek anyáskodni valaki felett, aki ezt nem bánja, mert sőt, kifejezetten igényli. Mondjuk jó, hogyha két fél van ehhez a kapcsolathoz. Tehát szerintem... Ha valami, akkor a társadalom, ugye most tulajdonképpen a társadalom azt sugallja neked, hogy minden pillanatban felelősséget kell vállalnod saját magadért, és ennek a természetes folyamatnak, ami a halál felé visz, valóban pont, ahogy a Gyöngyi mondja, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a halál felé tartunk mindannyian, és lesz egy leépülési időszak is a halál előtt feltehetőleg sokunk életében. Tehát, hogy ebben a lefelé menő ágban a társadalom nem ad igazából kapaszkodót, hogy mi az, ami örömöd lehet az életben. De ez nem jelenti azt, hogy mi nem lehetünk kreatívak. Meg azért tök jó ez az egész projektívet szerintem, mert felteszi ezeket a kérdéseket. Én annyira megörültem, amikor először láttam, nem amikor meghívtatok, hanem amikor ezt a zárt Facebook csoportot csináltad, és először oda volt írva, hogy mit ér a nő, ha elmúlt 50, én annyira megörültem neki, végre valaki beszél erről. Tehát az, hogy erről lehet beszélni, hogy ebből vannak ilyen beszélgetések, szerintem ez egy óriási dolog. És ebben az értelemben most hatsz a társadalomra, és átalakítod azokat az elvárásokat, amiket az életünk második felével kapcsolatban táplálunk. Abszolút, hála érte, köszönet. Tudod, mi ugrott be, Eszter, ahogy erről beszéltél? Tudjátok, vannak azok a művégtag protézisek, amit ilyen nagyon mívesen csinálnak, meg fémből, fából, és vannak olyan paraolimpikon sportolók, akik ezekkel a művégtagokkal futnak, és már nem tudom, hogy melyik teremtés volt, fiatal, szép, csinos, futott is ilyen fém műlábbal, és hát ilyen nagyon menő volt, és egy interjúban elmesélte, hogy az egyik legabszurdabb az volt számára, amikor egy teljesen egészséges, tehát fizikailag mindene megvolt nőtársa oda ment hozzá, és azt mondta, hogy úgy irigyellek téged, hogy te ilyen menő vagy. És ő ledöbbent, hogy Úristen, tehát neked valódi lábaid vannak, amikkel te tudsz futni. Én megkaptam egy jó, oké, szép, míves, de hát egy műlábat, hogy amikor egy embernek lesz egy igazi koncepciója, valami, ami igazán lelkesíti, és abba rakja az energiát, és még egyszer azt mondom, hogy igen, tudatosan gondolkodik, és azt mondja, hogy nem adok teret annak, ami engem leépít és lehúz, hanem tudatossága visszaterelem a hitemet abba, amit én élvezek, és ami által másnak is reményt, erőt, örömöt, stb. Tudok adni, akkor akár még az öregség is lehet menő. By the way, jut eszembe Leni Riefenstahl, akit most nem akarok bemutatni, mert ő is egy elképesztő életutó asszony, 70 évesen tanult meg búvárkodni, 100 évesen
több mint 200 merülése volt, mind a mai napig a filmművészeti egyetemeken azt tanítják, ahogyan ő látta és láttatta a világot, és 60 éves volt, amikor az utolsó szerelmével megismerkedett, aki akkor volt 21, és 40 évet éltek együtt. Rajongott érte a férfi. Tehát 60 volt a férfi, mikor a Lenny 101 évesen meghalt, vagy 62 volt a férfi, mikor 101 évesen meghalt a Lenny Riefenstahl, aki annyira divatos szóval innovatív nő volt, tehát annyira megújhatni tudó, annyira nyitott, annyira elképesztő, hogy mondom, 70 évesen még búvárkodni tanult. Olyan jó, és menő hogy ezt mondod, mert akartam pont kérdezni, hogy amikor arról beszéltél, hogy ez az a kor, amikor szellemi síkon egyet lépünk feljebb, akkor annyira jó lenne, ha látnánk olyan nőket, akik egy kicsit előttünk vannak már ezen az úton, és lehet őket követni, erőt meríteni belőlük, az ő karizmájukból, az ő sikereikből, ahogy ezt a szellemi átlépést egy feljebb lévő síkra, ezt sikerrel csinálják, és most említettél egyet, de hogy van még, megláttok magatok körül? Igen, igen, én nagyon-nagyon szeretem Golenya Ágnest, az ő szellemiségét, a kékvér könyveit. Nagyon sok anyag van fönt tőle, hogyha fölmentek a szájtjára Golenya Ágnes. Én azt gondolom, hogy korunk egyik nagy spirituális szellemi vezére, ez a, egyébként már nagymama korú asszony, akinek hihetetlen kutatásai vannak, Peruval kapcsolatos utazásai, 10-20 sok-sok könyve, vagy ott van a Zinger Magdi, aki ugye gyásztanácsadó, neki is körülbelül 20 könyve van már, a Magdi is 65 fölötti, elképesztő intenzitással írja a könyveit, tartja a tanfolyamait, vagy ott van Gerlóci Sári, 89 éves, a drága Sárika, a legidősebb barátnőm, aki grafikus festőművész, mindenfél évben újabb 30 képből van kiállítása. És 70 fölött volt a Sárika, amikor azt mondta, Somám, én azt érzem, hogy most tartok a startvonalnál. Most állt össze valami új. És újra azt mondja, hogy újra a startvonalnál vagyok, és jönnek le neki a csodák. Menjetek fel a szájtra, a Gerlóci Sári. És még sorolhatnám, tehát nekem hál' Istennek több ilyen csodálatos idős hölgy is van a közelemben, akik példaértékűek. Eszter? Hát én a saját környezetemben nagyon sok olyan idős tanárt ismerek, akik végtelenül inspirálóak. Tehát nekem az egy fájdalmas pont, hogy 70 évesen ugye annak vissza kell vonulnia, és látom, hogy milyen fájdalmasan élik meg ezt az átmenetet, de visszajárlak mindig tanítani, és nekem ez egy nagyon, nagyon inspiráló, hogy mennyi új kapcsolatot ki tudnak még építeni a diákjaikkal, tehát ez engem folyamatosan mozgat előre, meg kihívás elé állít, hogy ha én ezt ilyen jól fogom tudni csinálni, akkor mennyire elégedett leszek magammal. Ivett? Most, hát ilyen spirituális vonalon a Byron Katie-t én is ismerem, meg a Ganga nevű Portugáliában élő buddhista tanító asszonyt, és körülbelül majdnem 70 éves, de most elsősorban a kortársaim, vagy egy kicsit pár évvel idősebb nők jutnak eszembe, például az Almodóvár futó egylet, amit emlegettünk, akit 45 évesen hozott létre Barnára, és ilyen korunkbeli nők vannak benne, és futnak, és ez nekem inspiráció, hogy úristen, ő ennyit le tud futni, akkor szedjem össze magam, hogy összejön az 5 kilométer. Tehát, hogy az például inspirál, vagy a barátnőm, aki nem tudom, fel kell 6-kor, lefut 10 kilométert, elmegy a piacra, bevásárol a 3 fiának, a férjének, csinál egy vasárnapi ebédet, amit én 3 napig csinálnék, és akkor utána úgy lezavarja a vasárnapot. Tehát, hogy engem például ez is inspirál. Most ezek jutnak eszembe. Szerintem legyen az, hogy most kinyitjuk a beszélgetést, és ha valaki szeretne hozzászólni, akkor azt látom, hogy itt megy a chat, de ha valaki szívesen beszélne is,
Jászminnak már fenn is van a keze. Sziasztok, én majd szeretnék. Akkor halljuk. Na, lányom, én vagyok fönn, de egyébként én Évi vagyok, és a Ivettel mi ismerjük egymást, mi már találkoztunk, illetve a Somával Orosházán találkoztunk egy hatalmas ölelésre. Egy fontos dologról a Soma beszélt futólag, és szerintem nagyon fontos, hogy mit ér a nő 40 éves kor fölött, ha fogyatékkal élő lesz. Mert erről nem beszélünk, mert ez annyira tabu téma, hogy mit ér a nő, hogy én például ugye 40 fölött lettem amputált, és erről senki nem szeret beszélni, mert fú, meglátják a képen, fú, én nem is akarom ezt látni, és én elmondhatom azt, hogy én baromira jól érzem magam a bőrömbe, mindenki azt mondta, hogy olyan jó a kisugárzásom, és most részt veszek olyanban, hogy body pozitív kampányban részt veszek, és ha kell, akkor fehér neműben megmutatom magam, hogy 47 évesen amputált végtaggal is ki kell állni, és meg kell mutatni, és erőt kell adni a sorstársaknak, mert a legtöbben bezárkóznak, illetve ami nagyon engem bosszant, hogy nem bosszant, hanem hogy nagyon sokan elveszítik a nőiesség. Nem mutatják meg, hogy ugyanúgy egyébként nők maradtunk, hát a pasik azok meg egy külön fejezet, mert számukra aztán egy középkorú fogyatékkal élő nő, az aztán de vannak szóval, és tényleg örülök, hogy Soma főhozta ezt a kérdést, és én nem kívánom vissza régi életemet, én oda tudtam tenni azt a pontot, amit oda kellett tenni 5 évvel ezelőtt. Ennyit akartam. Hát meg tudtad gyászolni, el tudtad engedni. Igen. Gratulálok. És tudod, mi az, amit nagyon fontos, amit mondtál? Hogy vagy már annyira érett személyiség, hogy nem az én, hanem az a mi. Igen. Tehát, hogy azt mondtad, hogy inspirált az, hogy segítséget adjál, hogy a kortársaidnak, a sorstársaidnak akarom mondani, példát mutass. Tehát amikor az ember eljutod, hogy nem mindig azt, hogy én mit kaphatok, hanem amikor tényleg az érett évek egyik ajándéka, én mit adhatok. És ez ad egy nagy tartóerőt, és biztos, hogy ez segített téged tovább lendíteni, hogy az énből a mibe, meg a neki, abba el tudtál indulni. Gratulálok. Seri. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon élvezem a beszélgetést. Az jutott eszembe, hogy a tulajdonképpen ez az egész kérdés talán ott merül fel, hogy rengeteg félelem van, tehát bennünk, és ez, ha belegondolok, ez tulajdonképpen belénk van kódolva. Tehát az, hogy sok-sok ezer évvel ezelőtt ugye az ember hordákban, nem tudom, hogy ez a helyes kifejezés, de együtt éltünk hordákban, mert különben nem éltük volna túl. Tehát szükségünk van egymásra, emberek egymásra. És tehát az, hogy ha visszavetítem most a mostani életünkhöz, tehát ma már nem félünk attól, hogy egy oroszlán megesz minket. Tehát ez a félelem már nincs. De a bekódoltság, az a sejtjeinkbe, a félelem attól, hogy meghalhatunk, az belénk van ivódva, illetve a sejtjeinkbe, tehát, és ez, bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, mivel hordákban éltünk, és mivel egymástól függtünk, az, hogyha te elválsz a csoporttól, az egyenlő a halállal, tehát nem éled túl, hogyha a csoportoddal lemaradsz, vagy nem tudom, tehát nem merül föl, mert a halál az egyenlőség jel. Tehát, ha most én, mint 50 éves, 53 vagyok, de attól félek, hogy a csoportomban nem követem azokat a dolgokat, azokat az irányokat, amit a csoport elvár, akkor ez egyfajta halálfélelem.
ugye értitek, hogy nem, nyilván nem fizikálisan, de ez egyfajta olyan félelmet idézel bennem, ami hasonló, ami annak idején egy horda esetében, egy tagja a hordának, csak nem olyan szinten, de a félelem az ott van. Csak nem tudjuk, hogy ez tulajdonképpen biológiai eredetű, vagy nem tudom, hogy sokszor ez motivál bennünket, hogy túl kell élni, azt kell mondani, amit mindenki mond, azt kell viselni, amit mindenki mond. Fiatalnak kell lenni, mert az az irány most, hogy fiatalnak kell lenni. Tehát szerintem, hogyha rájövünk arra, hogy a félelmeink tulajdonképpen miből is fakadnak, hogy vajon meg akarunk felelni annak, mert hogyha most azt mondom, hogy hát azt veszem föl, amit akarok, de az, és ezt a Somának azt szeretném mondani, hogy mindig is nagyon értékeltem, hogy a Somában van hogy mondják ezt, unapologetic. Tehát ő aztán felvállalja azt, amit gondol, azt, amit... tehát nem kérik akkor, bocsánat, és ezt mindig, de ehhez, tehát ehhez egy olyan valakinek kell legyél, hogy azt mondod, hogy ez van, ez vagyok, önazonos vagyok, de azt hiszem, hogy az emberek nagy többsége, és ez baromi jó, hogy te ezt megjelenítetted sok-sok évvel ezelőtt már, de az emberek nagy többsége később válik később válik önazonossá, mert rájön arra, hogy a félelmei, amiktől félt, az nem valóságosa. Illetve azok a félelmei, amik vannak, és itt van az illúzió, amit valamelyik kötök mesélt, ez egy illúzió. Tehát az, hogy félek, az mitől? Nagyon. Most ebben a pillanatban mitől félek? De hát kivetítjük azt, hogy jaj, ha ez történik, akkor majd nem tudom, mi történik. Tehát vagy a múltba, vagy a jövőbe élünk, de nem a mában. Mert most, ebben a pillanatban, én most itt nézlek benneteket, süt a nap, nem tudom én, itt ugye reggel 10 óra van, és semmi nem történik. De sokszor az agyunk az olyan trükköket csinál, hogy elkezdi a mozit, amit a Soma is mesélt, hogy a mozit azt folyamatosan játsszuk a fejünkben, köze nincs a valósághoz. Nagyon jókat mondtál, Seri, nagyon-nagyon. Igen, igazad van, de ez, amiről te beszélsz, ez korunk egyik nyomorúsága, a horizontális gondolkodás. Tehát ez a, itt megnézem, hogy mit jelez vissza a média, a Facebook, a social media, az emberek, a korszellem, ami persze ott van a kollektív tudattalamban, vagy morfogenetikus mezőben, vagy mindegy, hogy hívjuk, de ez egy horizontális spektrum. Hiányzik a vertikális spektrum. Mert én ott arról beszélek. Igen. Annak a totális hiánya, és ez a kor, amiben most vagyunk, 2020, ennek a kornak ez üvölt azért, hogy ember, ahelyett, hogy mindig csak erre nézel, ezt a tengelyt kapd el. Abszolút. Hogy össze vagy kötve az anyafölddel, és van egy forrásod, ahonnan lejött a lelked, mert ugye miből lesz egy kisbaba? Petese egy spermium, lélek, mert ha önmagában elég lenne a petese egy spermium, minden lombikban lenne egy baba. De valahonnan jön, annak a léleknek is van egy otthona, a saját forrása, és ha én visszacsatlakozom a saját lelkem forrásához, ahol be tudok lépni a saját akasámba, miért jöttem ide a földre, mi az én dolgom, mi az én feladatom, mit akar az én lelkem, aki majd aztán visszamegy oda, mert a szamszára az, mint egy falevél, az is visszaúlik a földbe, aztán újra kihalt tavasszal a fa, és majd én is visszamegyek, jövök, megyek. Szóval, hogy ha
elkezdődik egy globális felébredés, akkor rájövünk arra, hogy ez az egész időszak egy személyiség struktúra változásnak is az ideje. És abszolút. Ahhoz, hogy egy személyiség struktúra változás létrejönne, nem lehet mindig horizontálisan nézni, hogy jaj, ő mit gondol, ez a menő, hú, ezt nem nézik, azt nem nézik, hú, a filmekben nincsenek is ilyen túlsúlyos középkorú nők, mindenki csinos, szép, fiatal, tehát ha mindig ebben a horizontálisban ragadok, akkor el fog vinni a halálfélelem és az állandóan a másoknak való megfelelni vágyás, és ilyen pici fogom látni magam és a világon, és ezért azt a tengelyt, azt a tartóoszlopot, aminek egyébként nagyon szép metaforája, ugye az Odysseus, amikor kiköttette magát. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor a Kirkész szigetére hajózik Odysseus, és mondják, hogy vigyázzál, mert itt szirének lesznek, és ha meghalljátok a szirének hangját, belefognak a matrózok, és te is ugrani a tengerbe. Hát ez egy gyönyörű történet, erről a tengelyállapotról szól, vagyis azt kéri ugye Odysseus, hogy tömjék be viasszal a fülét, kötözzék ki ahhoz az árbóchoz, az összes matróz dugja be, bocsánat, a matrózok fülét dugják be viasszal, őt pedig kössék ki egy árbóchoz, és akárhogy kéri a matrózokat, hogy oldozzák el, ne engedjék. Erről szól ez a mostani helyzet, hogy találd meg a saját árbócodat, tartóoszlopodat, tengelyedet föld és ég között, mert akkor nem ugrasz bele a vízbe, ami maga a szirének ugye a befolyásolhatóság, az, amiben te beleveszel, a manipulálhatóság. Abszolút egyetértek. Abszolút egyetértek. Most már sokat beszéltem, úgyhogy eldugultam. Én most pont látok egy nagyon jó felvetést itt a chatben, a Imre Anikó írta, ha jól látom, a bucket list dilemmája, hogy ez az az időszak, amikor átpörgetjük a fejünkbe, hogy mi az, amit még szeretnénk megcsinálni. Erről van élményetek? Hogy ezt hogyan tudjátok magatokban előállítani? Meséljetek erről. Még a lányok mesélnek, én hozok egy kis vizet, bocsánat. Már említették. Nekem nincs Anikó, ilyen bucket listem. Eszter mondja. Anikó mondja, de mondja Anikó. Sziasztok, gyorsan. A bucket listről nem tudom, csak így eszembe jutott, hogy ez most mennyire, az utóbbi pár évben mennyire ilyen téma lett hollywoodi filmekben, de azt gyanítom, hogy inkább egy ilyen divatos téma, mint érdekes nekünk. Mert általában a férfiak töltik meg a bucket listjüket ilyen teendőkkel, de nem tudom, ez érdemes talán összevetni ezzel a beszélgetéssel. De ilyen általánosabb megjegyzésem van, és én is örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, mint külföldre vetődött hazánk lánya. Én is Ivettet ismerem már nagyon rég. Mióta? 90-es évek. 87 óta. Mikor egyetemre jártunk. Tehát, hogy próbálom így összefoglalni magamban, amiket hallok, a nagyon bölcs megjegyzéseket tőletek, talán szabad tegeződni közöttünk. Nem nénizünk. És a saját tapasztalatom, én is 51 éves vagyok. Tehát ezt egyfajta ambivalenciát hallok, hogy egyrészt 50 felett, és 50 ez a mágikus kor, amikor hirtelen önbizalommal telődünk föl, és nem törődünk vele, hogy milyen elvárások, meg szabályok mozgatják az életünket, de ugyanakkor azt is hallom, amit Ivettől, meg másoktól is, hogy vannak azért beteljesítetlen vágyak, amik rólunk szólnak, tehát valahogy van ebben valami, és ez a nőiséggel kapcsolatos, van ebben egy ilyen társadalmi script, bocs, hogyha nem jut eszembe minden magyarul. Forgatókönyv, köszönöm. Hogy valahogy a nőknek soha nincs egy olyan pillanat, egy olyan kor, amikor csak saját magunk lehetünk. Azt mondjuk, hogy ez az 50-en felül végre magunk lehetünk, de ez pont arról szól, ahogy én hallom, megtapasztalom, hogy feladjuk a vágyainkat, hogy most már nem érdekel, hogy ki hogy néz rám, hogy már nem vagyok szexuális lény annyira, hogy érted, nem arról van szó, hogy az vagyok, aki akarok, hanem hogy nem törődök vele, hogy mások hogy akarják, hogy én nő legyek. Most már nem lehet gyerekem,
most már megelégszem azzal, ami hátra van. Azt is hallom, hogy ez mégis napi munkával jár, amit teljesen igaza van a Gyöngyinek, hogy állandóan építgetni kell magam. Minden nap újra föl kell építeni meditációval, meg mit tudom én, krémekkel, vagy ami akad, hogy egy én el tudjam magam fogadni. Tehát ez a script, ez tovább is folytatódik, csak most már nem kívülről jön, hanem belülről jön, tehát nem kell, nincs rá szükségünk, hogy mások mondják, és ezt azt mondjuk magunknak, hogy nincs rá szükségünk, de ugyanakkor mi folytatjuk tovább ezeket a fajta elvárásokat. Tehát, hogy ebben az 50-es évek önbizalma más szóval arról szól, hogy megkönnyebbültem, hogy nem kell magammal foglalkoznom. De ez azt is jelenti, hogy nem foglalkozom igazából magammal. Hanem... Illetve, ez nagyon igaz, de én pont úgy látom, hogy végre magammal fogok foglalkozni, mert ha belegondolsz, amikor fiatal vagy, akkor meg akarsz felelni a társadalomnak, a családnak, akkor szülsz gyereket, akkor azokért élsz, ugye, mert a te felelősséged, hogy a gyerekednek enni adjál, tehát abszolút háttérbe szorul az, hogy te mire vágysz. Mert minden fontosabb. És azt szerintem, hogy amikor az ember eljut ebbe a korba, és én őszintén szólva, meg kell mondjam, 53 évesen, soha, de soha nem éreztem ilyen baromi jól magam, mert feladtam. Azt mondtam, hogy hát le van szarva, hogy ki mit gondol, ez vagyok én, és vállalom. És ez egy olyan felszabadító érzés, egy olyan felszabadító energia, amit én 20 évesen nem tapasztaltam. Tehát én annyira be voltam tojva, hogy így nézek ki, úgy nézek ki, mit szólnak, na-na-na-na. Tehát én szerintem, és abszolút egyetértek, amit Anikó mond, de nem az, hogy... Tehát pont az ellentéte, tehát az, hogy jobban figyelek magamra. Tehát amit belül érzek, hogy ez a helyes nekem, jó ez nekem. Nem azért nem eszem, mit tudom én, szar dolgokat, vagy nem szar dolgokat, de mondjuk, mit tudom én, junky food. Nem azért nem eszem, hanem azért, mert a testem úgy érzi, hogy ez nem annyira jó. Tehát én azt vettem észre, hogy csomó minden, nekem ez a pandemik, tehát ez a vírus, világjárványság, ez olyan dolgokra jöttem rá, amit ezelőtt nem. Tehát az, hogy csomó mindent nem tudok kontrollálni, mert nem tudok kontrollálni, ugye ami itt van, itt Kaliforniában, hát az egy őrület, de amit én tudok kontrollálni, az a gondolatom, és az, hogy állok a dolgokhoz. És mi az, amit én tudok kontrollálni. Milyen ételeket eszem, milyen mondatokat mondok a gyerekemnek. Igen, mert már csak 10 perc. Én csak azt akarom ehhez mondani, hogy az a kérdés szerintem, amit elkezdtetek, hogy ez oké, de mi van akkor, ha van a te ilyen vágylistádon egy csomó dolog, ami nem teljesült be? Mert akkor elfogadhatom magam, vagy mondhatom azt, hogy amiket te mondtál, Seri, de hogy szerintem az a dilemma, meg valószínű, ezt teszi könnyebbé, vagy nehezebbé bizonyos, tehát hogy számunkra, hogy azt érezzük-e, hogy megcsináltuk-e, amit nagyon szerettünk volna, vagy úton vagyunk, vagy még van esélyünk megcsinálni, vagy nem csináltuk meg, és egyre kevesebb esélyét látom megcsinálni, és akkor ehhez hogy állok hozzá? Ivet, de mindaddig, amíg reggel kinyitod a szemed, és életben vagy, addig nem mondhatod azt, hogy nincs, nem csináltad meg. Ez a döntésed kérdése. Ha valamit úgy érzel, hogy egy álomba voltál, és ez nem fog menni, és egy illúzióba voltál, és tulajdonképpen az igazi vágyad egészen más, mint amit te mondtál magadnak, akkor elmozdulhatsz afelé, ami az igazi vágyad. Érted? Mert én sokszor azt veszem észre, hogy van a fejünkben valami, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és nem. Ez, és tragédiának érezzük azt, hogyha valami nem úgy történt, mint ahogy mi elgondoltuk. Mert a tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor mi van egy ilyen mondat, nem tudom, hogy ezt az Oprah mondta, vagy ki, hogy we are spiritual beings
having a human experience. Tehát mi lelkek vagyunk, de egy emberi tapasztalaton megyünk keresztül. Tehát mi az, hogy a lélek az nem hal meg, azt ugye mindenki tudja. Tehát mi tovább élünk, előtte is éltünk, tovább is éltünk. És akkor ezzel és azt akarod mondani, Sherry, hogy majd akkor a következő körben? Akár igen. Tehát, mert egyébként, hogy ide kapcsolódjak, Ivett drágám, én 5 éves koromtól fanatikusan színésznő akartam lenni, aztán énekesnő. És tulajdonképpen 50 körül engedtem el, hogy 45-50 között engedtem el, az egy dolog, hogy én mit akartam. Mit akart az élet tőlem. Nagyon érdekes volt megküzdeni azzal, hogy én mit képzelek el magamnak, milyen mozit, mekkora grandiózok világsztár énekesnő leszek, meg mekkora színésznő, és ehhez képest, amikor még 34 évesen is egy asztrológus azt mondta, hogy de hát itt van a képletedben, hogy gyógyító, tanító, persze, a művészeten keresztül, nem, direktben, mondom, ez hülye. Elmentem már 38 évesen egy másikhoz, az ugyanezt mondta, akkor én mindig legyintettem, mondom, ezek egy iskolát tanulnak, ezek, ezt hagyjuk. Igen, de és, pont ez és az, tehát, az is nagyon izgalmas, amikor szembe sülsz azzal, hogy mit akar az élet tőled, és én most már például ott vagyok, hogy én igazából nem akarok semmit, hanem mindig azt mondom, akkor mondjátok, mi a következő feladat. Akkor legyen az te akaratod. Valaki mondjál. Én nekem még egy dolog jutott eszembe, ami nekem nagyon fontos, így 50 feletti nőnek, hogy a kamaszkorral összevetve egy kicsit, nagyon fontos, hogy az, hogy élem meg magam 50 éves koromban, az nagyon fontos, hogy milyen a narratívája az életemnek. Tehát az eddig eltelt időt, azt hogy tudom bekapcsolni a jelenbe. És valahogy erről még szerintem nem beszéltünk. Tehát, hogy szerintem az is egy határállomás ebben, hogy visszatekintve tudjak egy történetet komponálni az életemből, és abból tudom tovább építeni az 50 feletti időszakot valahogy. Tehát ha úgy tudod értelmezni, hogy volt értelme, és mindegyik dolog valami célt szolgált, amit kb. Most megtalálsz, vagy most építesz. Hát, hogy a személyiségem is. Tehát, hogy a személyiségem is valahonnan jön, és valahová tart. Uh-huh. Valahogy így értem. Ebben a keretben tudom értelmezni. Aha. Ezt az 50 éves állapotot, meg ezt a krízist, amit most el kell élni. Ágnes reagálna, ha jól látom. A mikrofon. Halló, hallotok? Igen, hallom. Igen. Igen, szóval, hogy szerintem ez egy nagyon nagy vízválasztó, amit az előttem Szolomon, nem emlékszem a nevére, de hogyha, és én még nem vagyok 50, de hogy én már annyit jártam mindenféle ilyen önfejlesztő dologra, meg ilyen terápiaszerűségre, hogy van egy narratívám az életemben, és azért azt látom, hogy aki mondjuk, mit tudom én, anyukám életkora, akinek ez az, egyáltalán ez az önelemzés bizonyos szempontból egy sokkal nagyobb tabu, hogy ő most 70 évesen sokkal rosszabb helyzetben van, mert hogy ez a narratíva, ez valahogy kevésbé tudatos talán, és hogy most tesz fel egy csomó kérdés, és szerintem az már sokkal rosszabb. De valószínűleg ez azokra, akik most itt ülnek, azokra az nem jellemző, mert hogy nyilván mi, nem tudom, úgy tűnik, hogy itt már mindenki egy csomót gondolkozott ezen a narratíván. De na, egészet, mielőtt bejöttetek, az anyáinkról beszéltünk pont, és pont erről volt szó, hogy akik ugye 40-es években, 50-es években születtek, hogy annak a generációnak mi adatott meg ezen a téren, meg mi nem, meg hogy álltak vajon ehhez az egész életközepi válsághoz. Pont erről beszéltünk, hogy náluk ez ugyan hogy lehet, meg gondolom egy csomó kérdés, ami akkor nem vetődött föl, vagy nem tudtak rá reflektálni, mert más volt az élet, meg a társadalmi közeg, az később előjön. Uh-huh. Persze, csak egyet, anélkül, hogy szegény szüleimről sok minden, de hogy 72 évesek, nagyon különböző háttérből jöttek, az egyik egy faluról, a másik meg egy rózsadombi, nem tudom, és az anyukám ezen a nyáron megkérdezte az apukámat egy asztalnál, hogy te misikém, téged felvilágosítottak a szüleid, valaha neked orvosok voltak a szüleid. Tehát, hogy ott most jön elő olyan kérdés, és nekem ez ilyen döbbenetes volt hallgatni. Szóval azt gondolom, hogy kicsit jobb helyzetben vagyok. Na, köszi, sziasztok! Köszönjük szépen!
Igen, a mi korosztályunknak már sok szempontból könnyebb lesz narratívát találni, vagy egyáltalán a tudatossággal, az önismerettel, a saját magunkhoz való viszonyulással sokkal nagyobb a tárházunk. És igen, fontos, hogy 50 éves korig legyen egy honnan, hova, ezt akartam, mit tettem meg érte, elszámolás magammal. Mert egyébként biztos tapasztaljátok ti is, hogy magától, így a semmiből ugranak be az elkövetett hibáim, vétségeim, az Úristen, de éretlen voltam, hogy te, tehát nem is kell leülnöm, hogy direkt számadást csináljak, hanem egyszerűen így bukik ki évek óta belőlem, folyamatosan és magától. Ő gondoltatok arra egyébként, hogy ilyen előbukó élményeket valamennyire korrigáljatok? Tehát, hogyha tudjátok, hogy valami hibát követtetek el, persze utólag már helyrehozni nem lehet semmit, de hogy ezekben a felismerésekben ilyenkor aktívak lesztek? Tehát megkeresitek azt, akivel történt valami rossz élmény, vagy ezeket eltemeti az ember magában, az a helyesebb? Ez egyébként milyen okos, ez nagyon okos, amit mondasz, és én, az én tapasztalatom szerint, ha az ember rájön dolgokra, tehát rájön arra, hogy hát igen, ebben és ebben a szituációban én abban nem voltam mondjuk teljesen korrekt. Ha az ember szerintem az, hogy felismered a hibáidat, vagy felismered az, hogy bizonyos helyzetekben nem volt a... Ha vesszük magunknak a bátorságot, és nem ítéljük meg negatívan, hanem azt mondjuk, hogy hát igen, ez volt, ezt így tettem, akkor abban a szituációban. Én azt látom nagy problémának, hogy a saját bűneinket, vagy a saját hibáinkat olyan mértékben nagyítjuk fel, és folyamatosan le buldózeroljuk a saját megítélt problémákat vagy hibákat, hogy sokszor nem is tudunk ebből elmozdulni, mert annyira abban élünk, hogy hibásak vagyunk, milyen szarember vagyok, és milyen egy. Tehát a saját belső mondataink magunk felé sokszor olyan durva, hogy egy barátoddal nem beszélnél olyan hangon, mint ahogy... Hadd kérdezzem meg, akkor bocsánat, hogy leleállítalak, Seri, csak engem érdekelne az Ivett és az Eszter, hogy nektek vannak-e ilyen önlebuldózerező megnyilvánulás abszolút magatok felé? Abszolút van, de nekem mindig is volt, tehát én így ezzel éltem, és ebből dolgozom, és ettől eltávolodva kell egy kicsit megtanulni, nevetni rajta. Ja, megint megszólalt a hang a fejemben, jó van, mész te a francba. Tehát nagyjából én így tudom kezelni, tehát eltávolítom magamtól, de ez nem azt jelenti, hogy nem hallom. Most tudod eltávolítani, vagy korábban most is? Aha. Nem, korábban. Na, újabb előny. Így van, újabb előny. Én inkább a többieket kérdezem, mert annyira érdekelné még, hogyha bárki akarna bármit, akár erre válaszolni, vagy bármi mondani valója van. Judit jelentkezik. Sziasztok! Nagyon köszi ezt az estét mindegyikőtöknek. Ez is egy ilyen időzítető munka, ez a megnézni, elismerni, megbocsátást kérni, és utána áttranszformálni. Amiben én sokszor beleestem, ez a megnéztem, megláttam, de ugyanakkor nem tudtam tovább lépni, hanem újra-újra ez az önbántalmazás, amiből tanulni akartam, és lehet, hogy mondjuk 80%-ba tanultam, elengedtem, de sokszor még maradtak olyan keserűségmorzsák, amik aztán adódtak egy idő után, most mélyebbről azokat is még kiporszívózni, kitisztítani, hogy ne maradjon egyik se. Tehát tudatosodás, amit Soma mondasz, hogy jönnek, de olyanok, hogy mit tudom én, 22 éves koromban azt meg azt csináltam, hogy az hogy érezhette az a másik. Tehát, hogy tényleg ez jön, de hogy ne az legyen, hogy mea culpa, hanem... Transformáció, kulcs szó, amit kimondtál, Judit. Kulcs szó. Tehát ezt látom,
A másik, amitről nem tudom, hogy beszéltetek-e, mert kicsit később tudtam csak jönni, amit én érzek, hogy az anyáink és az ősanyáink 50 évesen hol voltak. Tehát én arra emlékszem, hogy falusi lányként nőttem fel, hogy szerintem ennyi idős korában a nagymamám már kendőt hordott jóval, és azt érzem, hogy amíg ő volt mondjuk 50, én meg voltam, mennyi lehetne mondjuk 10, csak mondok valamit, meg 20-30 évesen is az a lendület, hogy bejártam a világot, hogy olyan dolgokat csináltam, és a nagymamám, jaj, te lányom, és hogy soha nem féltem semmitől, mentem, tudtam, hogy sikerülni fog, és akkor úgy pár évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy valami így emelkedik bennem, hogy mi ez, és megéreztem, hogy ez a nagymamámnak az akkori félelme. Tehát most ezt is ízlelem, és ezt is transformálom magamba, hogy mint a kis hamupipőke a lencsét, hogy mi az enyém, mi az övé, vagy mi az, ami innen jön, mi az, ami így a több ezer ősanyámtól jön felém, és ő nekik hálát adni, segíteni nekik. Tehát hogy most én nagyon-nagyon napi szinten ebbe vagyok, hogy az ő vágyaikat, amiket ők nem tudtak megvalósítani, mert korán elmentek, mert nem sikerült nekik, hogy beteljesít, és Ivette, ahogy mondtad, nagyon-nagyon-nagyon fontos, a hogyan, ugye az a kérdés, és itt kell szerintem nagyon kreatívnak lennünk, hogy literally, tehát szóról szóra vágyakat megvalósítani, és sokáig nem tudtam, mi az a bakancslista, én azt hittem, hogy az ilyen, hogy Martens bakancs, meg nem tudom milyen bakancs, de hogy nyilván nekem is vannak vágyaim, hogy azokat hogyan, de hogy az tényleg legyen, hogy ne maradjon hiány, mert a hiány az nyilván nem a teljesség, meg nem a mindenség, hogy mi ez az íz, és nagyon köszönöm nektek, ez csodálatos. Annyira gyönyörű, amit mondtál, az új nő lényegiségéről beszéltél, ugyanis jelenleg olyan korszakban vagyunk, amikor új férfi, új nő, új ember születik. És igen, az új nő integrál, transformál, kipucol, hálát ad, és arra törekszik, hogy napról napra egyre inkább a saját életét élje. Hát nagyon szép. És lehetséges bármilyen korban, ha csak még megengedtek egy gondolatot, én 2005-ben, 2006-ban éltem Amerikába, és ott találkoztam egy csodálatos kanadai hölgyel, a Mónával, és nagyon akkor 5 évvel ezelőtt vesztette el a lányát, és azt mondta, egy nagyon tragikus körülmények között, két lánya közül az egyiket, és azt mondta, hogy 5 évig ő élőt halott volt, és akkor valahogy kihozta magát ebből a nagyon mély helyzetből, és egyszerűen újjászületett, tehát úgy hívtuk egymást, hogy Spring Young Chicken, honey, és a Móna szerintem most, én vagyok majdnem 50, ő szerintem már 75 lehet, de fogalmam sincs hány éves, Guatemalában él, akkor egyik nyáron rájött, hogy nem tudja könnyebben behúzni az okniát, azt mondta, hogy ez nem megy, és akkor elkezdett jógázni, és egyszerűen nekem ő a példaképen, mert 10 évvel fiatalabb a barátja, táncolásnál ismerték meg egymást, és szóval... Pont volt egy ilyen körünk, akkor ezek szerint még nem csatlakoztál be, amikor az előttünk járó példaképekről beszéltünk. Kénytelen vagyok a népszerűtlen intézkedést hozni, és bezárni ezt a beszélgetést, de folytatódik, mert a Mit ér, ha Facebook csoportján nagyon sok történet van már eleve fönn, amit korábban osztottak meg oda csatlakozók, és most nagyon invitálunk benneteket, hogy gyertek és hívjátok ismerőseiteket is, hogy minél több női történet kerüljön be ebbe a csoportba. Vagy akár férfi. Ezekből a történetekből táplálkozik többek között ez a darab, aminek februárban lesz a bemutatója, és még lesz egy ilyen beszélgetés más szereplőkkel januárban, úgyhogy majd nézzétek a Facebookot, mert ott lesz meghirdetve. És én nagyon szeretném megköszönni Spitzer Gyöngyinek, Somának, Soma Mamagésának. Bocsánat, egy mondatot. Igen? A ha férfira, nagyon köszönöm, Ivet, hogy mondtad, ha férfi. Egyetlen egy férfit ismerek Magyarországon,
aki 60 fölött van, és a férfi klimaxról könyvet írt, verses kötetet írt, és csontőszintén hihetetlen izgalmas, leírta rengeteg cikkben, hogy ő hogy élte meg ezt az egész klimaxot férfiként. Ha felmentek az újegyensúly.hu oldalra, szerzők, megadja János. Nagyon izgalmas mélyírások, és nagyon izgalmas volt nekem a férfi aspektust is látni. Ennyi. Most köszönjük a férfiaknak, akik most jöttek a beszélgetésbe. Igen, 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 így van. Köszönjük Tamásnak, illetve Grillus Samunak is, hogy jelen volt. Igen, és nektek is köszönjük és nagyon. Én is köszönöm nektek, Eszternek, Babarci Eszternek, Írónak, és jaj, de szép lányod van, Díva. Díva Tünde. Nagyon köszönjük mindenkinek. Hát nézzük ezt a szépséget. Jaj, de gyönyörű, úristen! Mekkora csaj lett! És milyen jók lesznek majd az unokázások, én már alig várom. Arról se beszéltünk. Sziasztok! Az online tévétek. Köszönöm, köszönöm, de jó volt. Köszönöm. Köszönöm.